Több mint 50%-kal, csak nem 2500-al többen tanulnak a Honvéd Kadét programban az előző évhez képest. A programban résztvevő iskolák száma az elmúlt 5 esztendőben folyamatos emelkedést mutatott, 2021-hez képest pedig több mint negyedével nőtt. A Honvéd Kadét program, amely a középiskolások számára élményszerűvé teszi az ismeretek elsajátítását, 3 szinten működik. A Honvéd Kadétok közismereti képzésben a honvédelmi alapismeretek oktatására helyezik a hangsúlyt, a szakképzés keretében pedig 7 szakirányban Honvéd Kadét szakmát oktatnak a technikumokban. A Honvéd Kadét program 2017-ben váltotta a tárca korábbi pályaorientációs programját, amely nem csak nevében, hanem tartalmában és alapvető célkitűzésében is megváltozott. Ezzel új alapokra helyezte a honvédelmi nevelést. A jelenlegi biztonsági helyzet megerősítette a magyar kormányt abban a célkitűzésben, hogy egy erős, jól felszerelt és jól szervezett haderőt építsen ki. Október 1-ig 121 középiskola csatlakozott a programhoz, amelyben már 7109 kadét tanul, közismereti képzésben 5123, szakképzésben 1671, Honvéd Kollégiumban 315 diák. A képzés mindkét nem körében népszerű, hiszen a kadétok 35%-a lány, áll Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter Karcag Televízióhoz eljutatott közleményében.